Először csináljuk azt, hogy a 9-et átörökítjük 3-nak. Igaz? Egy matematika óra általános feladatainak képletei és megoldása a táblán. A diákok általában ilyen feladatokkal találkoznak a tanítási órákon. Most azonban egy héten át banki ismeretekre tesznek szert, valamint megtanulhatják, hogyan áll össze a családi költségvetés, vagy hogyan használjanak felelősséggel egy hitelkártyát. A nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium is csatlakozott a Nemzetközi Pénzhéthez. Osztályfőnöki órákon, szakórákon valamilyen formában mindenképpen kerüljenek elő, nem csak a pénzügyek, hanem a vállalkozási ismeretek is. Most a kitüntetett tematika a hitel és a hitelvilága, azt gondolom, hogy itt Magyarországon élve nem kell hangsúlyozni, hogy ennek mekkora szerepe van. De van, amikor a gyerekek például családi költségvetéseket készítenek, ez például hihetetlenül élvezetes számunkra is, mert nagyon furcsa látni azt, hogy egy gyerek hány 100 000 forintos jövedelmet képzel el optimálisnak egy család életében, és akkor mi mindenre kell költeni, amikor a szoros családi költségvetés előtérbe kerül. A programban interaktív órákat szerveznek, tanítási órákon kívül további csoportos játékok is várják a tanulókat. Ezek célja a közösségépítés. Március 10-én szombaton pedig olyan régi zrínyis diákok mesélnek majd sikeres karrierükről, akik inspirálhatják a középiskolásokat. Mi nem csak az egyetemek felvételi követelményeit szeretnénk megismertetni a gyerekekkel, szerintem ezt jó részt már ők tudják, hanem egy picit felvillantani abból a világból, ahova igyekeznek. 15 előadót hívtunk el, természetesen az X100 jegyében, hiszen mindannyian vagy zrínyis diákok voltak, vagy pedig zrínyis szülők. Most az egészségügyi pályát azt egy picit háttérbe szorítottuk, orvosokat, pszichológusokat, majd az egészségnapunkra hívunk, szintén márciusban. Most alapvetően a pénzügyi élet, a vállalkozási szféra képviselőit fogjuk majd itt vendégül látni. A pályaválasztási projektnak vendégelőadói között szerepel majd például Toma Attila bíró, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője is.